Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Én Takács Anasztázia vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtt kereskedelmi vállalkozáson volt, mára már a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Vas megyében Kondorfán élünk, házasságban Anasztáziával, közel 19 éve már. A PPH előtt vállalkozóként könyveléssel, majd természetgyógyászattal foglalkoztam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem a közös vállalkozásunkban. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, és 31 éve hozta létre a PPH közösségét. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg azokra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. De nem csak ezekre a tanításaira, hanem minden tanítására, mert minden úgy van, ahogy ő azt tanítja. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygónkot. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy a Földön, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. A mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudásterén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretetkorszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretetkorba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós Mesterkócs! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét együtt lehetünk. Holnap megint találkozunk. Ez jó lesz. Igaz, hogy nem itt, de kicsit arrébb. Majd Ópusztaszerel fogunk találkozni, mert ott fogok 16 órától egy órás előadást tartani. Mit szóltok ehhez a jelenlegi világunkhoz? Mennyire vagytok elégedettek vele? Mi baj van ezzel a világgal? Nehéz lenne felsorolni. Tehát, mit láttok? Jó felé megy a világ? Nem jó felé megy a világ? Nem? Nem jó felé megy a világ? De miért nem megy jó felé? Rosszan vezetik az autót. Már jó emberek nem tesznek semmit, nem? Azért, hogy jobb világ
világunk legyen, hogy jó felé haladjon a világ. A rossz emberek azok bőven tesznek érte. Hát ezért megy rossz felé, nem? De mit tesznek a rossz emberek? Tehát, hogyha megnézitek, ugye akkor ugye a fiataloknak ezzel kapcsolatban nehéz dolguk van, mert nem éltek meg dolgokat. Bár, ugye én is csak a 60-as évektől éltem meg dolgokat, előtte én sem. És hát a második világháborútól lett egy ilyen nagy változás ezzel kapcsolatban. Ha megnézed olyan téren, hogy volt egy anyagi növekedés, tehát kilábaltak a második világháborúból, újjáépítették, stb., amit leromboltak, és utána gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a 50-es évek végétől, a 60-as évek végétől, vagy elejétől elindulhatott egy fejlődés. Milyen? Egy anyagi fejlődés. Tehát egy anyagi. Hát meg természetesen ugye a technikai fejlődés az már volt előtte is, az a igazából látható módon az első világháborútól lódult meg a technikai fejlődés. De az anyagi fejlődés az igazából az 50-es évek végétől, már 60-as évek elejétől. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a 70-es években, amikor én általános iskolába jártam, ugye a 60-as évek végeitől, és a 70-es években tanultunk arról, hogy jobb életszínvonalon, magasabb életszínvonalon voltunk, mint Olaszország, magasabb életszínvonalon voltunk, mint Spanyolország, magasabb életszínvonalon voltunk, mint Görögország. Jó? Tehát gondoljátok végig, és ez így is volt a 70-es évek elején, hogy magasabb életszínvonalon voltunk. A fiatalok ezt nem tudják, fogalmuk nincs erről. Tehát gyakorlatilag az összes déli államtól magasabb életszínvonalon voltunk. Oké? Okay? Tehát déli, már Jugoszláviát nem lehet ide számítani, mert ugye Jugoszlávia az egy kicsivel jobb életszínvonalon volt, mint mink. Jó, de sokkal előkelőbb életszínvonalon voltunk, mint most vagyunk. Mint most vagyunk. Tehát azóta ugye mindegyik, Olaszország, Spanyolország, Görögország, mind leelőzött minket. Nem is kicsivel, hanem sokkal. Szóval ez a mi részünk itt ugye Európában, Magyarország, de hát itt nem csak erről szól a történet, hanem világviszonylatban, ha nézzük a dolgokat, akkor ha megnézzük a legmagasabb életminőség, életszínvonal, azt tudjátok mikor volt? A nyugati társadalomban. Beleértve Magyarországot is, beleértve a szocialista országokat is. A 80-as évek első fele. A 80-as évek első fele. Tehát, ha megnézzük, a 70-es, 80-as években épült a legtöbb lakás és családi ház itt Magyarországon. Se előtte, se azóta, soha. Soha. Megközelítően se. És ez azt jelenti, hogy az állam is óriási lakásépítési programot csinált ugye ezekben az években, a 70-es, 80-as években, de a magánszemélyek is. És a magánszemélyek nagyon nagy része úgy építkezett családi házat, hogy egy forint hitelt se vett föl. És sokkal több lakást építettek, és illetve az állam építette a lakásokat, a házakat ugye a magánszemélyek, soha, mondom még egyszer, se előtte, se azóta nem volt annyi új lakásépítés, illetve új házépítés a magánszemélyek részéről, és az állam részéről új lakásépítés. Hát ha megnézed, igazából az állam már nem is épít lakásokat. Tehát már mindent, ugye nagyvállalkozások, tehát a lakásokat nagyvállalkozásokat vállalkozások építik, hát a családi házakat természetesen továbbra is magánszemélyek,
építik, de ugye a családi házaknak nem tekintendő a sorház. Ugye, mert régen nem építettek sorházakat. Tehát az azt jelenti, hogy egymás mellett ugye fölépítenek sorházakat, és utána eladják a nagyvállalkozók magánszemélyeknek. Tehát régen ugye ez úgy volt, hogy csak egyedülálló, különálló családi házakat építettek a magánszemélyek. Tehát semmilyen lakás vagy lakásépítési programban természetesen nem vettek részt, csak családi házépítésben. Na most ezt azért mondom, hogy most gondold végig, akkor azt gondolják, főleg a fiatalok, hogy most egy jobb életminőség, egy jobb életszínvonal van, mint régen volt, pedig az a mérhető, hogy mennyi lakás, illetve családi házat, tehát mennyi lakást tudott az állam fölépíteni, és mennyi családi házat építettek föl az emberek maguk. Érted? Hitel nélkül. Na most, ha ezt most úgy tudják megcsinálni, hogyha valaki családi házat épít, hogy hitelből, akkor hol van ahhoz képest, ami régen volt? Oké? Akkor, ha valaki vesz egy lakást, akkor mondjuk inkább úgy mondanám, hogy beköltözik egy lakásba, és hitelből költözik be, akkor miről beszélünk? Tehát régen, hogy tiszta legyen a fiataloknak, gyakorlatilag viszonylag kis összegért, azért, mert voltak gyerekeik, 2, 3 vagy 4 lakást kaptak. És mondhatjuk azt, hogy potom pénzért kaptak lakást az államtól. Abban az időszakban épült fel a lakótelepek, az országban lévő lakótelepek nagy része. Ez az orosz típusú panelházak nagy része. Az nagyon nagy része. Mondhatjuk azt szinte az egésze abban az időszakban a 70-es évek és 80-as évek eleje. Akkor épültek. És azóta ilyen nincs. Tehát akkor, ha megnézzük, mikor volt a legmagasabb életszínvonal? Abban az időszakban. 70-es évek második fele, 80-as évek első fele. És azóta, de ez nem csak itt Magyarországon, nyugaton ugyanez. Nyugaton abban az időszakban a feleségek, a nők nem dolgoztak. Háztartásbeliek voltak. Oké? Ami azt jelenti, hogy egy fizetésből, egy nyugati fizetésből megéltek az emberek. Tehát egy nyugati fizetésből. Tehát az életszínvonal az sokkal magasabb szinten volt, mint most. Nem azért, mert többet kerestek. Nem azért. Arányaiban nem kerestek akkor többet, mint most. De arányaiban sokkal kevesebbet költöttek. És nem azért, mert több a rezsi. Nem azért. Hanem azért, mert az emberek igényét sikerült nagy mértékben megnövelni. És az emberek igénye, főleg a hölgyek igénye, az sokszorosára emelkedett a 70-es, 80-as évek elejéhez képest. Szó szerint. És főleg mondom, a hölgyek igénye. A hölgyek igénye. Tehát most végig gondoljuk, azóta mondjuk a 70-es, mondjuk én a 80-as években kezdtem el dolgozni, konkrétan 80-ban, akkor a fizetésem volt 2000 forint. Budapesti átlagban ez alacsony volt, országos átlagban majdnem azt lehet mondani, hogy átlagos volt. Talán egy picivel volt átlag alatt. Mint kezdőkereset. Na most, 2000 forint, tehát mondhatjuk azt, hogy körülbelül az átlag kereset volt ilyen 2000-2100 forint. Az átlag kereset Magyarországon. A 80-ról beszélek. Akkor még, mit tudom én, 3,60 volt egy kiló kenyér. Oké, a te is annyi volt. Na, mindegy. Ha megnézzük az árakat, és megnézzük a fizetések emelkedését,
Jó, most lett az árakban egy robbanás, ugye itt a Covid után. De ha a Covidig nézzük ezt, tehát 2020-ig, akkor körülbelül az árak és a fizetések ugyanolyan mértékben emelkedtek. Én ezt néztem. Tehát, ami azt jelenti, hogy most mennyi az átlagkereset, tudjuk? Netto 300? Ja, ugye én a 2000-et nettóban mondtam, akkor a 150-szeres emelkedés. Oké? Na most, ha az árakat megnézed, mondjuk a kenyér 360 volt, szorozva 150-nel, akkor az mennyi? 3,6-szer 150, az 450, mondjuk 600 forint durván, 500. Hát majdnem ott vagyunk, nem? Igen, tehát ezáltal a kenyér és a, tehát az élelmiszer árak és a fizetések körülbelül ugyanazt a tendenciát mutatják. Jó, most mondom, itt volt egy nagy infláció, ahol romlott a pénzünk, és az EU többi országához képest sokkal jobban inflálódott a pénzünk, tehát itt nagyobb volt az infláció az elmúlt egy-két évben, mint bárhol az EU-ban, de tényleg, és ugye ez elrontotta ezeket az arányokat, de a Covid előtt elmondhattam azt, hogy az árak kisebb mértékben emelkedtek, mint a fizetések. Oké? Tehát a Covid előtt még el lehetett mondani, hogy a fizetések nagyobb mértékben emelkedtek, azt mondja, hogy hány év alatt? 44 év alatt, mint az árak. Tehát, mint a termékárak. Jó, és beleértve mindent. Na most, de nyilván az élelmiszer a kiinduló. Hát gondold végig, amikor kerestünk 2000 forintot, akkor egy sztereó rádiós magnó volt 7500 forint. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy majdnem 4 havi kereseted volt egy sztereó rádiós magnó. Egy színes tévé a 83-ban, amikor kerestek mondjuk 4000 forintot az emberek, 27000 forint volt. Oké? Szóval gondoljátok végig, tehát a műszaki dolgok sok arányaiban sokkal drágábban voltak. De most ugye, mikor én elkezdtem motorozni, az nem 3 forint volt, mert 76-ba kezdtem el motorozni, és 5 forint volt egy liter benzin. Így van, maradjunk ennyibe, de az 76 volt. Már 80-ban nem 5 forint volt, hanem több, jóval. Jóval több, akkor már legalább 10 forint volt az üzemanyag. És ha ahhoz képest megnézzük a 150-szeres emelkedést, az olyan, hogy mintha most 1500 forint lenne egy liter benzin. Hoppá! A 10 forinttal. De még az 5 forinttal is, 750. Akkor emelkedett a benzin ára? Nem. Csökkent a fizetésekhez képest, mert ugye megállapodtunk, hogy 150-szer keresnek többet most átlagosan az emberek, de az üzemanyag ár nem emelkedett 150-szeresre. Oké? Mert akkor 750 forintnak kellene lenni a benzinnek, de nem annyi, hála Istennek. Jó? Tehát csak mondom, nem akarok tippet adni az államnak egyébként. Mert sajnos, mint a tippet szoktam volna adni. No szóval, lényeg az, hogy egy ilyen világot élünk, hogy igazából az árak és a keresetek azok úgy szinkronban vannak. Nem ezzel van gond, hanem azzal van gond, hogy megnőttek az igények, és az emberek havi szinten sokkal többet költenek. Hát gondold végig, mi ketten kerestünk a 80-as évek, azt 84-ben házasodtam, ma van egyébként a 40 éves házasság évfordulón. Köszi szépen! Szóval augusztus 18-án házasodtunk, ugye
anyám Ilona, pont Ilona napkor, úgyhogy Isten éltesse az Ilonákat. Szóval, lényeg, hogy akkor házasodtunk, és rá, hát mondjuk egy évre kerestünk ketten 8000 forintot. Tehát mondjuk 85-ben kerestünk ketten 8000 forintot. De tudjátok, mennyi volt a havi rezsink? Nem ért el az 1000 forintot. Tehát ami azt jelenti, hogy egy nyolcada, egy kilencede volt a havi rezsi. Érted? A kettőn keresetének. Ámblok, abban minden benne volt. Minden. Érted? Minden benne volt. Ami annyit jelent, hogy most, ha megnézed, ennek a ketten keresnek mondjuk 600 ezer forintot átlagosan, mondhatjuk azt, hogy akkor is átlagosan kerestünk, a 8000 forinttal 85-ben, és a 600 ezer forintnak ugye az 1/8 az 100 ezer forint, az 1/9 az mondjuk 80-valahány ezer forint. Annál most jóval több egy családnak a rezsie. Havonta, átlagosan. Érted? Tehát a rezsi az nem drágult, többféle dologra fizetsz. Nem volt akkor telefon, internet. Oké? Okay? Tehát a rezsi kevesebb volt, kevesebb. Tehát ugye ezelőtt 4 évvel néztük, vagy 5 évvel, akkor volt körülbelül 100 000, 110 000 egy család, átlag családnak a átlag rezsie. Már azóta több, természetesen. Jó, tehát én szerintem már lehet azt mondani, hogy olyan 130, 140, 150 ezer egy átlag család átlag rezsie. Körülbelül. Tehát a rezsi az azért emelkedett meg, mert megnőtt az igény. Tehát többféle dolgot fizetnek az emberek, mint régen. És nem csak az, ez a probléma, mert jó, megnőtt, de nem olyan arányban nőtt meg a rezsi. Tehát ha megnézzük, majdnem az is arányos. Mert mit tudom én, most nem 1/8 vagy 1/9 a rezsi, hanem mondjuk 1/6, 1/7. De itt nem ezzel van gond, hanem azzal, hogy az emberek sokkal többet költenek. Tehát mi, mióta összeházasodtunk, minden évben mentünk legalább egyszer nyaralni. Kezdetben Magyarországon próbálkoztunk, aztán utána már nem, hanem külföldön, voltunk mi Bulgáriában többször, Görögországban is voltunk, és végül kikötöttünk Olaszországba. Jó, és utána rendszeresen mentünk Olaszországba, de már a 80-as évektől. De csak mi. A környezetünkben senki. Senki. Senki nem ment. Érted? A rokonságban senki. Most meg a nagy része. Érted? Tehát akkor mentünk, külföldre már, tehát úgy indult, hogy a szüleink, tehát a szüleim finanszírozták a nagy részét a nyaralásunknak, mikor velük, persze, mikor velük mentünk akkor, és utána mentünk onnálóan, akkor, amikor már anyagilag megtehettük. De senki az ismeretségi körbe és a rokonságba, senki nem ment sehova. Magyarországon max, érted? De az én rokonaim, ott se, a Maria rokonai, oda se. A sógorom még, tudom, egyszer voltam Rómában. Az alatt mi voltunk évente egyszer-kétszer. Érted? Tehát nem mentek az emberek. Most, ha kell, hitelből mennek. Érted? Tehát most gondold végig, hogy mennyi olyan dolgot költenek el az emberek, ami régen nem volt. Tehát ezt csak azért mondom, hogy itt kezdődik a probléma, hogy az embereknek megnőtt az igényük, tehát ugye én a rokonságunk tudta, hogy megyünk külföldre mindig nyaralni, mindig kérdezték, hogy na az idej hova mentek, és ők nem is akartak menni akkor még.
nem volt rá igényük. Érted? Tehát a média elérte, hogy az embereknek legyen igényük. Sőt, ugye itt Magyarországon a turizmust nagyon fellendítette, ugye nyilván az arra a turizmusra gondolok, amikor elmennek az emberek szállodába, az, hogy vannak ezek az utalványok, amit a munkabér felett, munkabér helyett fizetnek ki. Oké, mert nem felett, hanem helyett fizetnek ki, és ott kénytelenek elmenni, elkölteni, érted? És ha már elmennek, nyilván ott többet fognak költeni, mint itthon. Az hód biztos, ha bárki elmegy nyaralni, bárhova a világban, akár itthon, akár bárhol, tudja, hogy többet fog költeni, mint ha itthon lett volna. Biztos. Jó, tehát az emberek elmennek, mert muszáj. És ezzel is elérték, hogy az embereknek szokásuk legyen, hogy pénzt költenek. Tehát mondhatjuk azt, hogy az embereknek szokásukká vált, hogy pénzt költsenek. És ez okozta azt a problémát, hogy most van egy válság, egy gazdasági válság, ugye elindult ezelőtt másfél évvel, tavaly évelején elindult ez az árdrágulás, tudod, hogy elkezdett minden drágulni, mint a nyavaja, tavaly évelejétől, és hát ugye egyre jobban látni, hogy az embereknek nincs pénzük. Nincs pénzük. Még látni azt, hogy nem nagyon akarnak lemondani a megszokásokról, például a nyaralásokról, utazásokról, érted? Nem akarnak még nagyon lemondani, de egyre kevesebben mennek külföldre, és itthon próbálják eltölteni a szabadságukat. És ezt most miért mondom? Mert az, hogy az ember szokásával tett pénzköltést, és én láttam, mert emberekkel foglalkozok ugye 91 óta, illetve 87 óta, 91 óta a csapatom van, és 93-tól vezetek is embereket, és ugye mióta vezetek embereket, azért azóta látom, hogy az emberek, mikor visszaesnek életszínvonalba, az érzelmileg nagyon megviseli őket. Hát érzelmileg nagyon megviseli őket. Mit jelent ez az érzelmi megviselés? Hogy rosszabb hangulatba esnek. Tartósan. Tehát tartósan rosszabb lesz a hangulatuk. És az ember úgy működik, hogyha rosszabb a hangulata, akkor többet hibázik. Akkor lustább lesz, akkor magába fordulóbb lesz, stb. Stb. És ezáltal még kevésbé jönnek az eredmények az életben. És az emberek most egy ilyen spirálba kerültek bele, ez egy ilyen lefelé mozgó spirál. Ebbe kerültek bele azáltal, hogy szokásukká tették bizonyos dolgokat. Mi például simán megcsináltuk úgy, hogy volt 10 évünk, amikor nem mentünk nyaralni. Mert anyagilag úgy álltunk, hogy nem tehettük meg. És nem mentünk. Érted? És nem viselt meg minket egy picit se. És mitől mi még azt is megnéztük, hogy hány forintos kenyeret vegyünk. Érted? De nem viselt meg minket lelkileg. Főleg engem nem. A nejemre hatott, csak mondtam, hogy az ő lelki dolgait hagy, ne tegye rám. Hagyjon békén. Hagyjon békén, hogy tegyem a dolgomat. Érted? És én ugyanúgy tettem a dolgomat, mintha mi se történt volna. Tehát én ezt meg tudtam csinálni, de a legtöbb ember ezt nem tudja megcsinálni, hogy ne hason rá az, hogy milyen anyagi helyzetben van a család. És mivel az emberekre hat, tehát a férfiakra is hat, ugye az anyagi helyzet, ezáltal, mondom, egy ilyen spirálba kerülnek bele az emberek, amiből ugye az lesz, hogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatban vannak, egyre rosszabb és rosszabb eredményeket érnek el az életben, egyre kevésbé lesznek eredmények, lassan-lassan tönkre mennek ezek az életterületek, mindjárt mutatom. Itt van.
ezek az életterületek lassan-lassan tönkre mennek, ami azt jelenti, hogy tönkre teszik ezeket az életterületeket a párok, a családok. Na most, ha ezek az életterületek egy embernél nem úgy működnek, ahogy kellenek, akkor mit törődik ő azzal, hogy milyen a világ, érted? Sőt, az a törődés a világgal, hogy a világ miatt ilyen az élethelyzetem. Érted? Az a törődés a világgal. Tehát ráfogja a világra, hogy a világ miatt rosszabb az élethelyzetem. Közben nem, mert pont fordítva, azért rosszabb a világ, mert rosszabb állapotúak az emberek. Honnan tudni, hogy rosszabb állapotúak az emberek? Megint a fiatalokkal gond van, nem tudják, hogy régen hogyan öltözködtek az emberek. Régen bárki ment munkába, férfi, öltöny nyakkendőbe. Hoppá! Munkába, öltönybe, nyakkendőbe mentek az emberek a 70-es években, 60-as, 70-es években. Érted? Én ezt még megéltem. Már a 80-as években nem. Tehát onnantól nem, amikor elkezdett a farmer bejönni divatba. De a 60-as, 70-es években mindenki tök mindegy mit csinált. Munkahelyre, öltöny, nyakkendőbe ment. Érted? Férfiként. A hölgyek is tip-top. Olyan nem volt, hogy valaki orvoshoz férfiként rövid nadrágba vagy szandálba ment volna. Ilyen nem volt, érted? Alap volt, hogy hosszú nadrág, oké, még az sem, hogy orvoshoz még rövid ujjú ingben sem mentek a férfiak, hanem hosszú ujjú ing, nyakkendő, tehát így mentek orvoshoz, mint ahogy én most vagyok. Érted? A 60-as, 70-es években. Na most, figyelj, van nekünk egy olyan tanításunk, hogy hangulatjavító coach. A hangulatjavító coachban tanuljuk, hogy minél rosszabb hangulatú egy ember, annál hanyagabb az öltözködése. Tehát annál jobban nem törődik azzal, hogy mit vesz föl. Tehát látni a lakosságon, kimész az utcára, és főleg a férfiakon látod, hogy hát gyakorlatilag rossz hangulatúak. Az öltözködésből látni a hangulatot. Érted? De a nőknél is. Miért? Hát gondold végig, ha mit tudom én, most az, ami divat, és fölveszik azt a szakadt ruhát, amiből ki van a bőre itt-ottam ott, érted? Azt mondaná a déd nagyanyád, hogy ezt már a ruhát, drága unokám, már rég kidobtam volna. Hát, hogy néz ez ki? Ez már munkás ruhának se jó. És az embereknél elérték azt, tehát az ember úgy működik, hogyha követ egy szakadt divatot, akkor az illető lemegy a hangulata. Rosszabb hangulatává hangulatúvá válik. Ez így működik. Van nekünk egy elménk, ez a reaktív elmen, ez nem tudatos részünk, ez a reaktív részünk, ez az ösztönünk. Az ösztönünk így működik, hogyha az ember olyan környezetbe kerül, akkor a hangulata lemegy, érted? És az öltözködése révén is le tud menni. Hát gondold végig, régen az öltözködés azon az alapon működik, hogy azért öltözök föl rendesen, hogy megtiszteljem azokat a személyeket, akikkel együtt vagyok. Most szidnak azért, mert öltöny nyakkendőbe merek előadást tartani. Érted? Hogy képzelem én, mikor mindenki tök lazán, majd szétesek módon tart előadást. Érted? Tehát ez egy alap dolog, hogy az ember megtiszteli az embereket a saját öltözködésével, érted? Tehát most gondold végig, ki a franc kíváncsi egy férfinak
a zoknitalan lábára. Nehogy már valaki azt mondja, hogy egy férfinek a zoknitalan lába az szép. Undorító, ennyit mondok. Na most, ki a franc kíváncsi egy szőrös lábra, egy férfi szőrös lábra, érted? Valaki szerint a szép, szép egy férfi szőrös lába? Hát szerintem undorító. Érted? Nekem okay. Én jártam etika képzésen is, érted? Nem etika, etikett képzésen. Etikett képzésen, protokoll etikett képzésen is voltam. Méghozzá Magyarország legnevesebb etika protokoll tanár nőjénél, akit úgy hívnak, hogy Görög Ibolya. Érted? Nem tudom, éle még, mert akkor sem volt fiatal, amikor voltam nála. Könyveket írt. Az első Orbán kormányig, a Kádár rendszertől a Kádárt is kiszolgálva, ő volt a protokoll főnöke az országnak. Érted? Na most, ami tudja, hogy ő tudta a világon a legjobban itt Magyarországon, hogy hogy kell öltözni egy embernek, érted? És abban nem szerepel olyan, még olyan se, hogy rövid ujjúba tartok előadást. Érted? Nem illő. Oké? Nem illő. Jó? Tehát, és nem illő nyakkendő nélkül. Oké? De hát ugye a Orbán kormány kirúgta, mert hát változtatni kellett az egészen. Szóval lényeg az, hogy valami KFT-t vettek föl helyette. Nem is az a lényeg. Lényeg, hogy gondold végig. Tehát azért jutott ide a világ, ahova jutott, mert a rossz emberek rossz hangulatúak, vagyis a jó emberek rossz hangulatúak. És a rossz emberek ezt kihasználják. Tehát a jó emberek rossz hangulatúak. Tehát mi a rossz hangulatnak a következménye? Hát az, hogy az ember kevésbé lesz aktív. Érted? Tehát sokkal jobban beletörődő lesz. Beletörődik. Nem mondja azt, hogy valamit ez ellen kellene tennünk. Érted? És elérték azt, hogy a jó emberek rossz hangulatúak legyenek. És ennek része a gazdasági jelenlegi helyzet. Része. Szó szerint része. Tehát ami azt jelenti, hogy generálják, létrehozzák direkt azt, hogy az emberek rossz hangulatúak legyenek. Mit gondolsz? Tehát most gondold végig. Ma van egy hír, rossz hír, akkor még variálnak rajta, hogy még rosszabb legyen az a hír. Tehát még rosszabbul legyen hallható. Érted? Tehát még rosszabbnak hallják azt a hírt, mint ami a valóság. Na most, 87-ben volt a csernobili katasztrófa. Ja, 86-ban, igen. 86-ban. Igen, akkor volt Marian terhes Gergővel. 86-ban volt a csernobili katasztrófa. És nem tudom, hány nap után tudtunk róla valamit. Nem jó pár héttel, annyi nem volt, de jó pár nap. Tehát lehet, hogy jó pár héttel utána tudtuk, így ahogy mondjátok, igen, ha már többen mondjátok, akkor valószínű. Jó, tehát több hét múlva tudtuk meg. Tehát a rossz híreket, akkor azt nem verték közzé, érted? Nem verték dobra a rossz híreket. Akkor nem volt szokás. Rossz hírek, azok sokkal kevesebb volt, mint most. Nem azért, mert kevesebb rossz hír volt a világban, most ne érts félre, hanem azért, mert nem akarták stresszelni az embereket. Érted? Tehát nem akarták stresszelni az embereket.
és nem mondták el a rossz híreket. Most egy csomó jó ember nem nézi jó híreket, csak rossz híreket. Élvezi, hogy rossz híreket néz. Hát a rossz hírek hatására az emberek nem jobb hangulatúak lesznek, hanem még rosszabb hangulatúak. Tehát az emberek saját maguknál is elérik, hogy még rosszabb hangulatúak legyenek. Arról nem is beszélve, ugye, hogy most a hétköznapi életben ezeken a területeken sokkal több a probléma, mint régebben. Tehát sokkal több. Régen volt egy embernek egy-két-három problémája, és azzal elboldogult. Érted? Az azt jelenti, hogy az egy-két-három problémát még az emberek meg tudtak oldani. De mikor már 4-5-6 probléma van, azzal már nem tudnak az emberek mit kezdeni. De tényleg régen egy-két-három problémájuk volt az embereknek, nem 4-5-6 akárhány, érted? Tehát most, ha végignézed ezt a 10 területet, a legtöbb ember, ha őszintén bevallaná, hát lehet, hogy a többségén van probléma. A 10 területnek a többségén. Tehát mondjuk a 10 területből 6. Na most 6 probléma, és lehet, hogy egy területen nem is egy probléma. Na most, hogy akarnak így boldogulni az emberek? Hogy? És hogy akarják, hogy legyen egy jobb világunk? Egy jobb világ akkor lesz, ha az emberek jó hangulatúak. Érted? Tehát a legjobb hangulatúak abban az időszakban voltak az emberek. Akkor az elnyomás nem volt érzékelhető. Tehát a 70-es, 80-as években már nem volt érzékelhető az elnyomás. Tehát nem érzékeltünk elnyomást. Érted? Már a 60-as évek is ennek az előszele volt, ahol már nem nagyon lehetett érzékelni az elnyomást. Az 50-es években, a Rákosi korszakban persze. De a 60-as években már gyerekként én nem visszaemlékszek egy csomó gyerekkori dologra, és nem érzékeltük azt, hogy elnyomnak minket. Érted? Mindenkinek volt munkája, fütyűrészve dolgoztak az emberek, mindenki jól nézett ki, érted? Jó hangulatúak voltak az emberek. Jártak szórakozni, anyámék is szórakozó helyen ismerkedtek össze. Mit jelent a szórakozó hely? Éppen a napokban voltunk szórakozó helyen, nem, legalábbis azt mondták, hogy ez a szórakozó utca. Érted? Azt mondták. És akkor mondom, és hol vannak a zenék? Mert nekem a szórakozás az azt jelenti, hogy zenetánc. Tehát olyan hely, ahol lehet enni, inni, zenét hallgatni, táncolni. Ez a szórakozó hely. Mai értelemben nem. Mai értelemben az a szórakozó hely, hogy lehet enni, inni. Nem, az nem szórakozó hely, az a pláza. Jó? Tehát enni, inni, ez a szórakozó hely is. Bemész egy ilyen helyre, mondjuk a belvárosba, mert ott voltunk, ott oda kellett mennünk, tehát hívtak minket, meghívtak, azt azért mentünk. Na szóval lényeg, hogy képzeljétek el, bementünk egy rum kocsmába, nem rom kocsmába, rum kocsmába. Ami azt jelenti, hogy elsősorban rum van a kocsmában, érted? Elsősorban rumokat szolgálnak ki. És mit láttam? Mi ott férfiak voltunk. Egy társaság volt, heten voltunk, férfi társaság, érted? Rajtunk kívül láttam még 3 párt, és az összes többi az nő volt. Az összes többi az nő volt. Benn a belvárosban rum kocsma. Tehát nem rom kocsma, rum. Érted? Az összes nő volt. Általában kettes, nem egyedül, kettesével ültek a nők. Voltak fiatalabbak, középkorúak, idősebbek, kettesével. Ott ültek benn, és ittak. És beszélgettek, és ittak. Hát én régen kocsmába egy fia nőt nem láttam. Nem, nem is mentek. Tehát olyan, hogy valaki mondjuk
nőként töményt igyon, ilyen nem volt régen. Tudod, mit ittak? A nők max nagyritkán likört. Sőt, nem söröztek, nem boroztak, de pálinkázni meg aztán végképp nem. Érted? Nem volt ilyen, tehát töményet nem ittak. Nagy ritkán likört, hát ha olyan esemény volt, likört, meg ha valamit kocintani kellett, és ráerőszakolták a nőkre, akkor pezsgőt is ittak. Egy kis pohárral, érted? Ennyi volt. Tehát nem volt ez a világ. Most gondold végig, az a világ, amelyek szétestek, birodalmak szétestek a múltban. Például a római birodalom, de több ilyen birodalom. Az a nők helytelen működésével kezdett el szétesni. Nem a férfiak. Milyen helytelen működéssel? Tisztesség, becsület, erkölcs, gyengülése. És ez? Hát a férfiak erre kaphatok. Hát az nagyszerű a férfiaknak, a nők erkölcse gyengül. Hát az a legjobb. De az erkölcs az a nőktől függ, nem a férfiaktól. Az nem a férfiaktól függ. A nők soha nem voltak tisztességtelenek, becstelenek, érted? Meg erkölcsösek voltak. Amikor a társadalom elkezdték a társadalmat lezülleszteni, tudatosan lezülleszteni, azzal kezdték, hogy kezdték erkölcstelenné tenni a nőket. És ez magával hozza az erkölcstelenséget, ugye elkezdték ugye létrehozni, és ez magával hozza a becstelenséget, tisztességtelenséget. Tehát a nők mindig tisztességesek, becsületesek, erkölcsesek voltak, a férfiakról ez nem mondható el. Oké? Okay? De most már a nőkről sem. Voltunk temetésen, a nők nem mostanában, régebben, mit tudom én, egy pár éve, úgy itták a töményt, mint a vizet ittak volna, érted, vidéken. A pálinkát, tehát itt nálunk ugye Magyarország pálinka. Ugye halotti tor volt, és azon. Egymás után, csak úgy húzták lefelé. Nem egyet, csak lestem. Érted? A fiatal nő úgy isszák a töményt, mint a húzat. Tehát csodálkozunk, hogy ilyen világunk van. Nem kellene ezt visszafordítani. Hagyjuk, hogy ez még rosszabb legyen. Tehát az összes nagybirodalom szétesett, amikor hagyták, hogy a nők erkölcstelenek legyenek. Mondok példákat, jó? Tehát régen az volt a természetes, hogy a férfiak csalták meg a nőket. Érted? A férfi az úgy működik, hogy akkor is, ha az etikája, tehát a tisztessége nincs rendben, tehát az etikából a tisztesség része nincs benne, nincs rendben, akkor nem azért csalja meg a feleségét, mert nem szereti, hanem mert vadászik. Oké? Okay. Tehát nem elég etikus a gondolkodása ahhoz, hogy ezt ne tegye. Jó? Tehát, és mondom még egyszer, nem azért, mert nem szereti. A nők általában mindig akkor csalták meg a férjüket, ha nem szerették. Ez óriási különbség. Tehát a férfiben benne van a vadász ösztön, és benne van az, hogy minél több nőnek elszórni a magját. Tényleg. Hát a férfi a magvető. Tényleg.
és egyetlen egy dolog szab neki gátat, az pedig az tisztessége. Tehát, hogyha eléggé erkölcsös a férfi, akkor ezt nem fogja csinálni. Jó? Na most, ha nem, akkor ezt simán, akkor is. Tehát mi kell egy férfinak? Hát, hogy egy nő kedves legyen, és felkínálja magát. És tetszen neki a férfinak, nyilván, valamilyen szinten. Bár sok férfi úgy működik, hogy luk-luk, csak darázsfészek ne legyen, tudod? Az előtt jól bele kell rúgni. Jó, tehát, most gondold végig, de sok férfi így működik. Most onnantól kezdve, ez így volt mindig, a nők azok nem igazán csalták meg a párjukat, jó? Hát akik megcsalták, ott már elég nagy baj volt. Na mindegy. Manapság egy csomó olyan kapcsolatot tudok, ahol a nő megcsalása miatt váltak el. Érted? Tehát a nő csalta meg a férfit, nem a férfi a nőt. Ilyen szó nem volt régen, hogy azért váltak volna el, hogy a feleség megcsalta a férjét. Érted? Szó nem volt ilyenről. Olyan volt akkor is, hogy a férfi megcsalta, és akkor elváltak. Ilyen volt sok. De olyan, hogy a nő csalta volna meg, és ezért váltak el, ilyen nem volt. Jó, hát persze régen is voltak nagyvérű nők, érted, akiknek nem volt elég egy kapaszkodó, tudod? Kellett neki több. Szóval lényeg az, hogy ilyenek voltak, de most már nem nagy vérűek is csinálják. Hát kipróbálom, hát ha jobb, mint a párom, érted? Szóval, de ez mind, megnézed, ez erkölcsi kérdés. Ez erkölcsi kérdés. Milyen az erkölcsi szintje az adott illetőnek? Alacsony, ilyeneket megcsinálnak. Hát ez úgy működik, hogy minél jobb hangulatú egy ember, annál becsületesebb, annál tisztességesebb, annál megbízhatóbb, annál erkölcsösebb, minél jobb hangulatú. Minél rosszabb hangulatú, annál inkább nem így van. Oké? Még akkor is, ha ezt nem így gondolod, pedig ez pont így van. Hát gondold végig, nem kellene valamit tenni, hogy ez a folyamat visszaforduljon. És erre egyetlen egy megoldás van a világon. Fejleszteni kell az embereket. Azt a tudást, amit eltitkolnak előlük ezeken a területeken, azt át kell adni. És én ezt meg tudom csinálni. Nem egyedül. Társakkal. Oké? A jövő arról szólna, nézzük meg, miről szólna a jövő. Hoppá. És a házigazdáknak elrontottam az anyagát. Ugye visszatekerem. Ja. Szóval. Arról szólna a történet, hogy ezt az elbutulást, ami folyik itt a földünkön, meg kellene fordítani, eszesebbé kellene tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy szabad, boldog életért. És ebből lesz a sokkal jobb világ. Nem a politikusok fogják létrehozni a világot. A politikusok úgy működnek, hogy azt csinálnak, amit a hatalom, a felettük lévő pénzhatalom utasítja őket. Érted? Tehát a felettük lévő pénzhatalom utasítja őket. Hát nézd meg! Itt van jó példaként a mi miniszterelnökünk. Mennyi mindent mond a népnek, hogy nem fogja ezt támogatni, nem fogja azt támogatni, és kimegy Brüsszelbe, és aláírja. Így van. Szájából segítség. És teljesen ellentétes az, amit Brüsszelben csinál, meg amit itt mond. Miért? Mert van fölötte egy pénzhatalom, amely azt mondja, hogy vagy csinálod, vagy kurva nagy problémáid lesznek. Érted?
persze, hát ennyi. És akkor persze, hogy aláírja. Oké? Okay. Tehát ha azt gondolja valaki, hogy nincs az állami vezetők fölött egy pénzhatalom, akkor óriási tévedésben éltek. Ma a világot a pénz irányítja, és méghozzá azok az emberek, akiknél a pénz java található. A nagy része található. Oké? Okay. Ez van. Ezt tudni kell. Na most, innentől fogva tudhatod azt, hogy egyébként van 5 ország az egész Földön. 5, ami fölött még nem basáskodik a pénzhatalom. 5. 5 ország az egész bolygón. A 200 valahány országból, érted? 5. És az összes fölött a pénzhatalom basáskodik. Hát ha kell, majd el tudom mondani. Most nem mondom. Hát Észak-Korea, Irán. Jó? Van még, mit tudom én. Nem. Nem, oroszok is. Azok is pénzhatalom irányítja őket. Csak másik pénzhatalom. Tehát több pénzhatalom van a Földön. Nehogy azt hitt, hogy egy pénzhatalom van. Nagy tévedés. Tehát több pénzhatalom van, és akkor ki melyik területre tudta rátenni a kezét, az ott lévő területeken a kormányok tőlünk függnek. Ennyi. Jó? Na szóval. És ugye Észak-Korea és Irán az biztos. Hát most kamuzni nem akarok, mert még föl van itt nekem írva még a 3. Jó? Na nézzük tovább. Gondold végig, milyen világunk lesz, hogyha az emberek tovább utulnak, és nem eszesednek. Hova jut ez a világ? Hát nézd már utána, nem, nekem nem hiszel, akkor nézd meg más, hallgass meg másokat is. Jó? Ha nekem nem hiszel. Hova fog jutni ez a világ? Hát kardunkba dőlünk, mint emberiség. Hát ennyi. Megyünk a süllyesztőbe. Érted? Ha nem hiszi valaki el azt, akkor is így van, hogy mi vagyunk a 7. emberiség. És már 6 el lett pusztítva a Földön. Érted? Most, hogy ez milyen formában, tök lényegtelen, hogy elpusztította magát, vagy elpusztították az isteneik, az most részletkérdés. De ez a Föld nem azért van, hogy lejöttünk, hogy hűljünk. Érted? Hát nem ezért van. Azért jöttünk le, hogy tapasztaljunk és tudatosodjunk. Nem azért, hogy butuljunk. Honnan jöttünk le? Egy fenti létformából. De ha te nem hiszed el, akkor te nyugodtan hidd azt, hogy te a majomtól származol. Oda is való vagy a majmok közé. Ennyi. Nyugodtan hidd. Így van. Jó? Tehát nem kellene tennünk azért, tehát ha van egy tudás, amit eltitkolnak az emberektől, amit át lehetne adni, nem kellene hozni az embereket? Hogy jöjjenek, tanuljanak? És egész más életet kezdenek el élni onnantól. Tudjátok, mit látjuk? Azt, hogy mindenkinek, aki elkezd itt tanulni, elkezd jobb lenni az élete. És azoknak lesz igazán jó, akik még azért is tesznek, hogy mások is tanulhassanak itt. Azoknak kezd el még nagyobb mértékben javulni az életük. Tehát az egész életünk az nem a véletlenre alapul, a cselekvéseidre alapul. Ha jót teszel, akkor segítenek abban, hogy jobban élj. Ha nem teszel jót, akkor minek segítsenek neked abban, hogy jobban élj? Nem érdemled meg? Ha meg rosszat teszel, hát ha meg azt a végképp, akkor kapod majd csőstül a problémát, hogy megérezd, mi az, hogy következmény. Érted? Tehát ezt el kell tudni fogadni. Az egész élet az nem a véletlenekre épül. Akik itt tanulnak régebben, főleg szerveznek is, azok mind rájöttek,
hogy nem a véletlenekre épül. Tehát teljesen minden meg van szervezve az egész életünkben, a háttérben, a fentiek által. Hallottál már olyanokat, hogy védőangyalok, meg őrzőangyalok? Keményen tevékenykednek. Hát meg lehet győződni arról, van olyan technika, ahol be tudod hívni őket és jeleznek, érted? Az angyalok. Csak az a baj, hogy nem mentettem el ezt a technikát. Lehet, hogy nem kellett elmentenem. Átküldték nekem egyszer e-mailbe, de le kellett volna menteni. Igen, akkor még korai volt, de ez nem most volt, már 10 éve. De 15 éve legalább. És úgy megtapasztaltuk, érted, hogy vannak angyalok, és lehetett jelzést kérni tőlük, és adták a jelzést. Gyertyával, érted, lehetett látni. És abban a pillanatban válaszoltak gyertyán keresztül. Tehát a gyertyalángon. Igen. Tehát van ilyen technológia. Jó, tehát most mondok példát. Jó, hitetleneknek mondom a példát. Nem tudom, tudjátok-e, hol van a Föld szívcsakrája? Nem dobogókön van. Dobogókön mellett van, Rámhegyen. Oké, Rámhegyen. Ez a Rámhegy, ez nem egy nagy hegy, nem olyan nagy, mint Dobogókő, ez egy sokkal kisebb Dobogókőről rálátni erre a Rámhegyre. Pár kilométerre van Dobogókőtől. És a kilátóból gyönyörűen rálátni. És fölmész oda, és ott vagy fönn másfél órát, és ott csinálsz olyat, hogy ölelgeted a követ, a nagy sziklát, ott van a Ferenci szikla, az a szívcsakra közepe. Ferenci szikla. Ölelgeted, érted? Föld szívcsakrájának a közepe. És ölelgeted. És utána fölveszel egy kavicsot, és tartod a kezedbe, és elkezd dobogni a kezedbe a kavics. A hitetlenek, érted? Azok lepetéztek ott a helyszínen. Ott voltunk fönn 36-an. Szó szerint. Érted? Nem hittek az érzéseiknek, hogy egy kő dobog a kezében. Érted? És a 36 emberből egy csomó hitetlen volt, és utána mind észrevettem. Mit gondolsz, miért hívják dobogókőnek? Mert onnantól kezdve képzeld, Rámhegyről visszamentünk dobogókőre, és minden kőt, amit követ, amit megfogtunk, dobogott. Az összes. Érted? De ehhez ugye ott meg kell élni azt az energiát, ezt a Rámhegyen. Tehát lehetsz te bármennyi dobogókör, nem fogod megélni. De ha lemész Rámhegyre, tehát ott lemész, és utána földész. Jó meredek, ezt meg kell mászni. De nem olyan meredek, hogy bárki ne tudná megmászni. Hát voltak ott 60 év fölötti emberek is, jócskán. És fölmentek, és mindenki megtapasztalta, kellett hozzá, hogy az energia átjárja. Kellett hozzá másfél óra. És onnantól kezdve megszűnt a hitetlenkedés. A kocsival nem lehet oda menni, csak a dobogókörre, onnan gyalog kell menni. Jó? Különleges engedélyek kellenek, hogy oda megy kocsival. Jó, tehát... Csak azért mondom ilyen dolgokat, hogy akik hitetlenek és nem hisznek ezekben a dolgokban, akkor meg kellene tapasztalni. Mi azt is megtapasztaltuk, hogy gondold végig, ilyen szekrény, hogy hol nyissam ki. Azt úgy se látják, itt mutatom nektek. Ezt úgy hívják, hogy kivetőpánt. Ezt nem tudod becsukni. A kivetőpántos ajtót akkor tudod becsukni, a fogod és becsukod. De az visszarugorzik. Tehát a kinyitott helyzetében visszarugózik, egy kicsit meglököd. És hogy tud becsukodni egy lakásban? Magától a kivetőpántos ajtó. Elvileg sehogy. Úgyhogy ott van egy szellemlény, és becsukja. És mindig akkor történtek ilyen dolgok, mikor anyósom nálunk volt. És
és hozta apósomat, aki meghalt, mit tudom én, hány évvel azelőtt. Érted? Tényleg. Az azt jelenti, hogy apósom jelzett. Hogy tud egy távirányító, le van rakva az asztalra, ott van a tévé, és fogja és bekapcsol. Nem volt áramszünet, mert ilyenre csinálnak olyanokat, hogy a tévé, ha áramszünet van, akkor visszakapcsoláskor bekapcsol. Érted? Nem volt áramszünet. És ott vagyunk, megint anyósom. Ott volt nálunk természetesen, hozta apósomat. Persze. Nem ment el apósom. Hozta magával. És amikor nálunk volt, ilyen dolgok történtek. Érted? Mint anyósom nálunk volt. Egyébként sose. És fogta, és nem volt húzat nálunk, a lakásban nem tud húzat lenni, jó? Csak hogy tiszta és világos. Ott nincs húzat. Úgy van, hogy zárt az egyik feléről, és ezáltal nem tud húzat, nincs kereszthúzat. Itt tud ajtókat csukogatni a kereszthúzat. Nálunk még életben nem csukta be a kereszthúzat az ajtót. És ki volt nyitva az ajtó, és szépen becsukódott. És ott láttuk mi a saját szemünkkel. Nem úgy, hogy nyitva volt az... Mentünk arra, az becsukódott, ott előttünk becsukódott, a tévé ott előttünk kapcsolt be, ott Marian is ott volt, a feleségem, meg én is láttuk. Érted? És akkor emberek nem hisznek ilyen dolgokban, azt tudod, mi a baj? Az a te bajod, nem az enyém. Az a baj, tudod, hogy mikor az emberek a haláluk felé közelednek, akkor ezeket megtapasztalják. Csak akkor már késő. Tehát olyanok voltak, hogy például a halál felé ment az adott illető, ez egy rokonunk volt, a Mariannak a nagynénje, egyik nagynénje. És szó szerint a halál felé ment, és elkezdett mondani, hogy már itt van nála a bátyja, meg stb. Stb. Érted? Halála előtt. De aztán gyorsan elhoztuk a kórházból, és akkor utána még élt pár évet. Érted? De a kórházba meghalt volna, és már arról számoltott be, mikor Marian ben volt látogatni, hogy ott vannak már az elhalt testvérei. Érted? De ez nem látomás, hanem a haldoklóhoz jönnek segíteni, ha megérdemli, akkor segítik, hogy elvigyék. Érted? Hogy át, tehát a fénybe elvigyék, hogy ne kelljen elküldeni. Tehát, hogy az embereknek ne kelljen elküldeni a fényben, és ezért átsegítik, és elviszik a fényben. Érted? Mert ebben nem kell hinni, nem kell hinni ezekbe. Nem is kell tudni, hogy ilyenek léteznek. Éld úgy az életedet, mint eddig, és egy nagy káosz lesz az egész életed, mert semmit nem fogsz érteni. Érted? És az ember úgy működik, hogy nem érti az élet és az ember működését, akkor tanástalan lesz, érted? És a nagy tanástalanságában a hangulata lemegy, és hibát hibára halmoz. Nem kell ezt se elhinni. Biztos te voltál az, aki több mint 100 000 emberrel foglalkozott, mert én foglalkoztam. Jó? Tehát de biztos te sokkal okosabb vagy, mert te többen foglalkoztál. Jó? Tehát gondold végig, 37 éve kezdtem el emberekkel foglalkozni, és 93 óta vezetek embereket, és saját csapatom van 91 óta. Jó, annak nagy részében, még a múltban, ez csak ilyen 30, 40, 50, 60, 70 fős csapat volt. De most már nem. Hanem ennek a sokszorosa. Érted? És nem csak saját tapasztalatom van, ha emberek vesznek körül. Ráadásul az se véletlen, hogy amikor voltam vagy 18 éves, akkor anyuval leültünk és megszámoltuk a nagyapából kiindult rokonaimat, 167-en voltunk. Érted? Anyuék 8-an voltak testvérek. És nekem vannak olyan unokatestvérem, meg 5 gyerekük van, érted? Meg 4, meg ilyenek. 23-an voltunk unokatestvérek. Tehát az sem véletlen, hogy nagy családban kellett születnem. Az sem véletlen, hogy állandóan a rokonokkal voltam, nem állandóan, minden nyáron állandóan.
a nagy családdal voltam. Jó? Hát, hogy megszoktam az embereket a gyerekkorban. Tehát több hónapot voltam minden nyáron lenn a rokonoknál, a vidéken. Jó, szóval ezt el tudtátok itt olvasni. Nem fogom elolvasni, jó? Tehát az a dolgunk, hogy jobbá tegyük ezt a világot. Azért vagyunk itt, azért ülsz te most itt. Érted? Különben nem intézték volna azt, hogy ide kerülj. Én nem ellenkezném a saját teremtőimmel, érted? Nem ellenkeznék, meg angyalaimmal a helyedben. Tehát aki itt van, aki találkozott valaha velünk, és nem ellenségesként találkozott, ezt mind küldték. Mind. Érted? Miért? Mert azért születtél, hogy együtt tegyünk azért, hogy legyen egy normális emberiség. Egy olyan korszaka ennek az emberiségnek, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban együtt tudnak működni. Én 91 óta működök együtt emberekkel. 91 óta. Érted? És sokkal jobb együttműködni emberekkel, mint nem. Sokkal jobb. És szerinted a használható tudásra az embereknek nincs szükségük? Nincs. Hogy ne lenne szükségük? Még akkor is, ha nem tudják. A bolygón nem az a baj az emberekkel, hogy nem tudják a dolgokat, hanem az a baj, hogy nem tudják, hogy mit nem tudnak. Érted? Az a baj. Hogy nem tudják, hogy mit nem tudnak. Ez a legnagyobb baj. No, hát házigazdáink majd elmondják mindjárt, hogy milyen feltételekkel tudsz a közösségünkbe csatlakozni. Jó? Én ebben a részletekben most nem megyek bele. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt az érdekes képzést. Ma már elmondhatom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. És el szeretném mondani példákon keresztül, talán úgy jobban, vagy példákon keresztül mindenki számára sokkal érthetőbb. 1990 óta vállalkozóként dolgozom. A vállalkozások általában ugye az anyagi világban tevékenykednek. Én is úgy kezdtem, és a 90-es, vagy a 2000-es évek elején megjelent az életembe a családi probléma, és a családi problémából kifolyólag, ugye amikor az embernek problémája van, akkor a hangulata leesik, és hibát hibára halmoz. Ebből kifolyólag egészségügyi problémáim is lettek, és tehát csak segítséggel tudtam ezeket a dolgokat megoldani. Nagyon sok mindent meg kellett tapasztalni, amiről mesterünk beszélt, tehát amikor megjelennek a szellemlények, tehát ezeket megéltem, és folyamatáról tudom, hogy és mint történtek velem ezek a dolgok, és tehát annyira megfigyeltem és megtapasztalhattam ezeket, hogyha beszélgetek emberekkel, akin van ilyen szellemlény, tehát 2-3 mondat beszélgetés után megérzem rajta, hogy a beszélgetésből rájövök erre, hogy mert éltem abban az állapotban több éven keresztül, és energetikailag az az emberre nagyon negatívan tudhatni. És
meg kellett élnem anyagi problémákat is. Volt, amit a saját hibás döntésemből, volt, amit pedig tőlem független okokból, a természeti katasztrófából kifolyólag éltem meg olyan dolgokat, és mindig kerestem, hogy miért történnek velem ilyen dolgok. Tehát láttam a környezetemben, hogy azért nem mindenkivel történnek ilyen dolgok, és ez kíváncsivá tett, és mindig kerestem, hogy választ kapjak arra, hogy ez miért történik velem. És említettem, hogy anyagi világban tevékenykedtem, és a napszámom viszont szellemi szám a 9-es, és én akkor régebben nem foglalkoztam ilyen dolgokkal, és nem is tudtam, hogy létezik olyan, hogy egy embernek van feladata, gyerekkori száma, öregkori száma, küldetése, tehát ilyenekről semmit nem hallottam. De úgy belülről valahogy éreztem, hogy valaminek kell lenni, valami értelmének kell lenni az életünknek. És ugye amikor benn van az ember a problémákba, akkor azt, meg amikor problémaként éli meg, nagyon nehezen tudja megélni, és ez lelkileg, fizikailag fájdalmas. És csak kerestem a megoldást, és amikor eljutottam 2017-ben, találkoztam a PPH-val, akkor folyamatosan hallgattuk a képzéseket, rendszeresen jártunk szemináriumokra, tehát egyetlen egy szemináriumról hiányoztunk, most már közel 7 éve, hogy tanulunk, és minden előadásban, minden képzésben sokszor több felismerésem keletkezett, ami által megértettem ezeket a dolgokat, amik történtek velem, és most már tudom, hogy azért kaptam ezeket vagy azért is meg kellett élnem ezeket az élethelyzeteket, hogy mivel megéltem, tapasztalatom van benne, ezáltal hitelesen tudok segíteni másoknak ezekben, tehát hogyha ilyen élethelyzetekbe kerülnek. És mivel már régebb óta tevékenykedünk itt a PPH-ban, van egy jelentősebb csapatunk, és a tanulóink által, tehát ők is többen hasonló helyzeteket megéltek, és mivel ugye nekünk már tapasztalatunk volt benne, ők meg akkor keresték a megoldásokat, és tudtunk nekik eredményesen segíteni azokban a dolgokban, amiket mi már megéltünk. És tehát fantasztikus dolgokat tanulunk itt a Nyílt Akadémián, és azt is meg kell tapasztalni, hogy a lelki fejlődésnek vannak lépései, és hogyha az ember elindul ezen a lelki fejlődésen, akkor egyre boldogabbá válik az élete, mert a tudás által megérti, hogy mi miért történik, és hogy vannak törvényszerűségek az életben, amiket sehol nem tanítanak, és jártunk képzésekre is, de így összefüggéseiben sehol nem kaptunk morzsákat, vagy ilyen képkockákat, igen, de nem tudtuk összerakni. Tehát nem állt össze a kép. És itt a Nyílt Akadémiánál áll a teremtőnknek, hogy itt megtaláltuk ezt, és értően tudjuk ezeket felfogni, és így már, hogy értjük, hogy mi hogy működik, tehát az emberben nincsenek félelmek, és tehát így sokkal boldogabb életet lehet élni. Hát nekem is életem egyik legjobb döntése volt, hogy amikor elkezdtünk itt tanulni a Nyílt Akadémián, ugye mi a korábbi képzéseken is ilyen tanfolyamokon együtt vettünk részt Jácintán mindig, mert hát azt mondhatom, hogy ezen az úton közösen indultunk el, amikor együtt kezdődött az életünk, és korábban
Tehát nem hallottam én sem arról, hogy az embernek küldetése van, hogy van valami feladata. Azt gondoltam, hogy nem hiába vagyunk itt, és nem hiába születtünk és élünk, de nem, tehát nem tudtam megmagyarázni, nem kaptam rá sehonnan sem igazi választ, hogy de mi is az életünk értelme. És az első házasságomban is igyekeztem fejleszteni magam, de ugye mindig csak azt kaptam, hogy agymosáson veszek részt itt meg ott, és ezért nem tudtam haladni ebben a fejlődésben. Ezzel mind a ketten így voltunk, és amikor közösen elindultunk ezen az úton, akkor egymást támogatva, és tehát jutottunk egyik lépésről a másikra a fejlődésbe egyre feljebb, és tehát ezeket, amiket Jácint elmondott élményeket, ezeket nagyon sokat közösen megéltünk, úgyhogy ugye amelyekről itt Szerdacsik Miklós is beszélt, ezek a kapcsolatunk elején voltak még, ami nem volt egyszerű, de pont ez kovácsolt minket össze, hogy olyan dolgokat éltünk meg, amikről mások még talán, tehát ugye nem is hisznek el, hogy létezik ilyen. Mi meg megéltük őket együtt közösen, és együtt kellett kimászni ezekből a helyzetekből. És hát amikor ide találtunk a Nyílt Akadémiára, és Szedlacsik Miklóstól kaptunk tudást, akkor hát az egy csodálatos dolog, amikor az ember rájön arra, hogy én megtaláltam, nekem van egy küldetésem, hogy van feladatom ebben a világban, és hogy a lehetőséget is megkaptuk itt, hogy tudunk is érte tenni. Tehát nem kell elmenni még valahol megkeresni, hogy de hogy tudom én ezt az utat járni. Vagy beszéltem mostanában emberekkel, és beszélgettünk az ő küldetésükről, és kérdezték tőlem, hogy na de hát, hogy tudom, és jó, hogy ez a küldetésem, hogy tudok én ezt megvalósítani? És hát csak azt tudom mondani, hogy itt, a Nyílt Akadémián, ahhoz, hogy a küldetésünk útján járjunk, rálépjünk arra az útra, hogy teljesítsük, ahhoz el kell kezdenünk tanulni, fejlődni. És Szedlacsik Miklós minden tudást megad nekünk ahhoz, bármi legyen is a küldetésünk, hatalmas tudással rendelkezik, és mindegyik, tehát hogy a tudás összeadva mind oda vezet, hogy fejlődünk, hogy elindulunk azon az úton. És amikor már jól begyakoroltuk, mert hogy kapunk itt lehetőséget arra is, hogy ezt ne csak elméletbe tanuljuk meg, hanem be is építsük az életünkbe. Ugye erre nagyon jó az, hogy egyre többen vagyunk, hogy egy igazi közösség vagyunk. Mindenki más-más ember, más hangulatú, más küldetéssel jött. Tehát mindenkinek más a feladata, más a szerepe, más a küldetése ebben a világban, de valahol mindegyet akarunk. Egy sokkal jobb világot annál, ami most van. Egy sokkal élhetőbb világot. Vannak gyerekeink, nekünk 6 gyerekünk van. Van 4 unokánk, és mindjárt lesz az 5. Tehát, hogy nem ilyen világot akarunk neki, de szerintem ti is így vagytok ezzel. És majd őnekik is lesznek gyerekeik, unokáik, és nem, tehát ez a világ nem élhető, ha így halad. Ugye kérdezte Szedlacsik Miklós, hogy milyen irányba halad ez a világ. Nagyon-nagyon nem jó. Szörnyű. Senkinek nem magunknak se kívánjuk, nem a gyerekeinknek, akiket szeretünk. Tehát nekünk kell tenni, ki kell derítenünk, hogy mi az a feladatunk, mi az a küldetésünk, ami miatt itt vagyunk. És akik már most így gondolkodunk, ugye tanuljuk itt, mint fényküldöttek vagyunk. Mi határozott feladattal jöttünk ide, nem azért, hogy csak együnk, igyunk és jól érezzük magunkat. Nekünk kötelességünk tenni azért, hogy jobb világ legyen. És ezt nem, tehát hogy elfordulhatunk ettől a kötelességtől, de azt én nem kívánom senkinek sem. Tehát akkor olyan nehezítéseket kapnánk az életünkbe, hogy, tehát, hogy azt nem szeretné szerintem senki sem magának. Tehát azért, aki most hallgatja ezt az előadást, hallgatta Szedlacsik Miklós bármelyik előadását, nem véletlen találkozott vele, nem véletlen hallgat most minket, mert minden okkal történik ebben a világban. Nincs olyan, hogy véletlen. Még egy írás
elfordulása sem. Tehát nem minden okkal történik. És abban nekünk bele kell tenni magunkat. Azért jöttünk. És az a feladatunk, hogy fejlődjünk, tanuljunk. És hogyha már jól beépítettük ezt a tudást, amit itt kapunk, akkor tovább kell adnunk. Tovább kell adnunk másoknak, elmondani, hogy itt van ez a lehetőség, a gyerekeinknek is. Nekünk abban a csodálatos dologban van részünk, hogy bár először nem támogattak minket a gyermekeink, hogy itt elkezdtünk tanulni, de azáltal, hogy mi magunk a tudás által rengeteget változtunk, a gyerekeink itt tanulnak már velünk. És ez azért nagyon jó, mert így nem csak a mi életünk válik sokkal jobbá, hanem az őké, és általuk az unokáinké is. És tehát szerintem anyaként nem kívánhatnék ennél jobbat, de szerintem apaként sem. Tehát ha az embernek gyermekei vannak, akkor nem kívánhat annál jobbat, mint hogy a családjának az élete egyre jobbá váljon. De nekünk itt a PPH-nál egy nagy közösségünk van, és a szűk családunkon kívül már egy nagy családunk is. És mi attól is nagyon-nagyon boldogok vagyunk, amikor látjuk, hogy a csapatunkban, itt a csoportunkban az embereknek az élete egyre jobbá válik. Mert ők is a családunk, ők is hozzánk tartoznak. És ez remélem az aranykorig így marad, meg még utána is. És aki úgy látja, hogy az életében vannak problémák, és szeretné, hogy könnyebben működjön az életében, akkor kezdje el a felelősségvállalást a saját életéért is, mert ugye aki felismeri, hogy ez így nem mehet tovább, tehát ugye annak változtatni kell. És ha ezt felismerte, akkor vállaljon felelősséget, és induljon el ezen az úton, és olyan csodákban lesz része, amiket még előtte biztos, hogy nem tapasztalt meg. És mikor olyan emberekkel találkozunk, akik ilyen csodákról számolnak be, akkor néha az ember elérzékeny. Így van. Tehát, ha te is szeretnél egy jobb világban élni, ha szeretnéd, hogy a gyermekeiddel, az unokáiddal egy békésebb, boldogabb világban élhess, azt javaslom neked is, hogy ne halogass. Kezd el itt a Nyílt Akadémiánál a tanulást most is, biztos, hogy nem fogod te sem megbánni. Minden szerdán és vasárnap vannak képzéseink, szerdán 18 órától, vasárnap pedig 5:30-tól, ahogy ma is. A havonta átlagosan 30 óra képzésünk van. Ennek a képzésnek az értéke több mint 200 000 forint, de jelenleg 19 700 forint az első havi tandíj, a második hónaptól pedig 12 500 forintért vehetsz részt a képzéseken. Ha kiszámolod ezt egy órára, akkor az első hónapban ez 660 forintot jelent óránként, és 420 forintot a következő hónaptól. Szerintem ennél sokkal több pénzt elköltenek az emberek. Ugye beszélt itt ma Szedlacsik Miklós arról, hogy megnövekedett a fogyasztása az embereknek, olyan dolgokra költenek, amire lehet, hogy nincs is szükségük. De a tudásra mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy jobb élete legyen. És bármit elveszthetsz az életedben, de amit tudsz, azt se el nem vehetik tőled, azt mindig elő tudod hívni, hogyha jó állapotban vagy, és jól tudod működtetni az életedet. Ahhoz, hogy valaki ráláson arra, hogy mi folyik itt a PPH-nál, milyen tevékenységet folytatunk, és ez hogy működik. Tehát azt javasoljuk, hogy legalább 3 hónapra minimum, mert egy hónap alatt, vagy tehát Szedlacsik Miklós nem tudja bemutatni, hogy mivel foglalkozunk, és hogy megértse. És ugye az is előfordul, hogy még mivel ebben a témában esetleg nem járatos valaki, és nem ért egyet azzal, amit Szedlacsik Miklós tanít, de későbbiek folyamán biztos, hogy minden téma
kibontásra kerül, tehát hogy megértheti azáltal, hogy amit nem, korábban nem értett, vagy nem értett egyet vele, választ fog kapni mindenre. És hogyha megérti, tehát át fogja látni, akkor biztos vagyok benne, hogy örömmel fog itt tanulni a Nyílt Akadémián, mert egy nagyon boldog élete lesz. És a 3 hónapnak a képzési díja az 44.700 forint, amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. A szünet után egészségteremtő coachképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy eddig velünk tartottál, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.